autóbusz az árokban Győr-Szent Ivánnál. Sofőrjének egy előtte haladó kamion szabálytalan előzési manővere miatt kellett áttérni az út túloldalára. Úgy tudjuk, a kamion egy autó mögött ment. A kocsi azonban le akart kanyarodni egy földútra, emiatt a kamionos először lelassított, majd úgy döntött, inkább kikerüli az autót. Ekkor azonban a busz már a kamion előzésébe kezdett. A kamionos feltehetőleg nem észlelte, hogy az autóbusz előzésbe kezdett, ezért ő is áttér a menetirány szerinti baloldali sávba, és hogy az ütközést elkerülje, az autóbusz az árokba kormányoz. Az autóbuszon 3 fő sérül meg könnyebben. A buszban csaknem 40-en ültek. Komáromból tartottak Bükkfürdőre, amikor Györgynél megtörtént a baj. Voltak, akik először nem is vették észre, mi történt. Egymás között szórakoztunk, mint itt ütünk pont a kerék fölött, hátul, úgyhogy előre nem néztünk. Hát megijedtünk. A gyerekek, akik hátul ültek, szinte észre se vették, hogy ez történt. Inkább mi, akik elől ültünk, azok ijedtünk meg, akik láttuk. Mert szerintem a hátul nem is nagyon érzékelték el. Csak akkor, amikor aztán már megbillent a busz. A baleset helyszínétől alig 50 méterre egy újabb ütközés is történt. A baleset miatti torlódásban bekövetkezik egy másodlagos ütközés, ahol egy lassító személygépkocsiba 2 további személygépkocsi ütközik, és a középső személygépjárműben 3 fő sérül meg, egyikük feltehetőleg súlyosabban. A helyszínelés idejére a rendőrség többször lezárta az érintett útszakaszt, a forgalom a déli órákban indulhatott meg újra.